Életveszélyesen megkéselte iskolatársát egy 13 éves lány Esztergomban. A tettes ellen már folyamatban volt egy büntető eljárás. Holnaptól nem hajthatnak fel teherautók és turistabuszok a Lánchídra. A BKK járataira nem vonatkozik a tilalom. Vészesen rozsdásodik a felújított orosz vagonok padlólemeze a 3-as metróban. Kérdés, ki fizeti a javítást? És az Egyesült Államok légicsapásban megölte az egyik legbefolyásosabb iráni katonai vezetőt. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Gajdos Tamás. Jó napot kívánok, ez itt az ATV híradója 12 órakor. Köszöntöm Önöket. Hátba szúrta egy 13 éves lány egy 2 évvel idősebb iskolatársát Esztergomban. A késelő lányt letartóztatták. A támadás egy gyermekotthonban történt még vasárnap, de a Komárom-Esztergom megyei főügyészség csak most tájékoztatta erről az MTI-t. Az áldozat életveszélyesen megsérült. Az igazságügyi gyermekpszichiáter szakértő szerint a gyanúsított a bűncselekmény elkövetésekor rendelkezett a tette következményének felismerésére szükséges belátással, így büntethető életveszélyt okozó testi sértés miatt. A lány ellen egyébként már büntető eljárás volt folyamatban, felfegyverkezve elkövetett rablás miatt. A Tatabányai Járásbíróság 1 hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását, melyet javítóintézetben kell végrehajtani. A rendőrök elfogtak egy 55 éves férfit, akit egy oroszlányi nő meggyilkolásával gyanúsítanak, közölte a polisz.hu. December 31-én egy oroszlányi lakásban egy meggyilkolt nő holttestére találtak. A feltételezett elkövetőt rendőri adatgyűjtés, valamint a közterületen kihelyezett kamerák felvételeinek segítségével azonosították, ellene emberülés gyanúja miatt eljárást indítottak. Ma döntenek a kőbányai brutális gyilkosság feltételezett elkövetőjének előzetes letartóztatásáról. Egy 22 éves férfit gyanúsítanak azzal, hogy bozótvágó késsel meggyilkolt egy 42 éves többgyermekes anyát, akivel egy házban laktak. A főutcában, a Budai Központi Kerületi Bíróságon ott van kollégánk Korvin Tibor. Szervusz Tibor, születette már határozat, elhangzott-e már valami indoklás esetleg az ügyben? Szervusz Tamás, köszöntöm a híradó nézőit. Valóban itt vagyunk a Budai Központi Kerületi Bíróság főutcai épületében. A tárgyalás ezekben a percekben is zajlik, de nem tudtuk láncsövégre kapni a gyilkost, hiszen a sajtó munkatársai a mögöttem látható ajtóig tudnak csak elmenni. Minden bizonnyal dönteni fognak perceken belül a gyanúsított előzetes letartóztatásáról. Az elkövetés indítékairól egyébként továbbra sincsen új információ. Korábban csak annyit erősített meg a rendőrség, hogy a tettes, illetve az áldozat között nem volt semmilyen kapcsolat azon kívül, hogy egy épületben laktak. Tehát ennyit tudunk egyelőre az ügyről, bármelyik percben véget érhet a tárgyalás. Az esti híradóban beszámolunk az ügy további részleteiről, illetve a mostani tárgyalás végkimeneteléről is. A szót most visszaadom a stúdiónak. Korvin Tibor, köszönjük a helyszíni jelentkezést. Washington légicsapásokat hajtott végre az iraki fővárosban Iránhoz köthető célpontok ellen. A támadásokban, amelyek egyike a bagdadi nemzetközi repülőteret célozta meg, életét vesztette Qasim Soleimani iráni tábornok, az iráni forradalmi gárda vezetője. Meghalt annak az iráni milíciának a parancsnoka is, amelyik a múlt pénteken rakétatámadást intézett egy Kirkuk melletti amerikai katonai támaszpont ellen. A támadásra Washington már akkor is légicsapásokkal válaszolt, és később különleges egységeket küldtek a bagdadi amerikai nagykövetség megerősítésére, mert tüntetők azzal fenyegettek, hogy megtámadják a külképviseletet. Washingtonban közölték, hogy Trump elnök személyesen adott parancsot az akcióra. Ali Khamenei, Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetője azt üzente, hogy kemény válaszlépés várható az iraki fővárosban végrehajtott amerikai légitámadások után. Itthon holnaptól nem hajthatnak fel 5 tonnánál nehezebb járművek a Lánchídra. A tilalom alól kizárólag a menetrend szerint közlekedő buszok mentesülnek. A hírt a BKK közleményben jelentette be. A közelmúltban hídvizsgálatot rendeltek el, amely megállapította, hogy az eddigieknél szigorúbban kell betartani a hídon meglevő súlykorlátozásokat. A BKK szerint a híd tervezett, majd elhalasztott felújításáig a kerékpárok, személygépocsik, kisbuszok és furgonok továbbra is áthaladhatnak a hídon. Hozzátették, hogy a Lánchíd szerkezetét folyamatosan napi rendszerességgel ellenőrzik.
Rozsdásodás miatt kivonták a forgalomból a 3-as metró felújított orosz metró szerelvényének elsőként érkezett 6 kocsiját, írja az M4.hu. A rozsdásodás több helyen szabad szemmel is látszik a kocsikon, de a legnagyobb problémát a padlólemezeknél okozza. Az üzemeltetők ugyanis attól tartanak, hogy terhelés alatt esetleg akár be is szakadhat a padló. Mindenről a BKV-t is megkérdezte a lap, de egyelőre nem kapott választ. Az orosz metróvagonmasnak a garancia időn belül meg kell javítani a minden hibát, ha pedig egy hiba miatt ki kell vonni egy járművet a forgalomból, és a javítása 2 napnál tovább tart, akkor napi 23 000 euró kártérítést is kell fizetnie. A szerelvényeket 69 milliárd forintért újították fel. Igaz, Karácsony Gergely főpolgármester korábban azt mondta, hogy inkább vásárlásként lehet minősíteni a tranzakciót, nem felújításként. Áremelkedések vihetik el a főváros 50 milliárdos egészségügyi plusz pénzének egy részét, írja a Népszava. A lap szerint hiába alkutta ki az új budapesti vezetés a kormánytól az 50 milliárdos összeget a járóbeteg ellátás fejlesztésére, a támogatást jelentősen leértékeli a már korábban betervezett fejlesztések árának emelkedése. A szakrendelők már megkezdett fejlesztését és felújítását jelentősen megdrágítja az építési költségek 30-40%-os emelkedése. A lap által megkérdezett szakértő szerint ugyanakkor így legalább nem kell leállítani a projekteket, lesz fedezet a folytatásra. A főváros azzal számol, hogy a fennmaradó többletpénzt elsősorban eszközökre és szakemberekre költi majd, írja a Népszava. 12 beteget kellett kórházban kezelni a budaörsi szakrendelőben végzett szürkehályog műtét után, amelyet a rendelő egynapos sebészeti részlegén végeztek el, írja a hvg.hu. A lap szerint a szövődmények valószínű oka, hogy a műtéteknél nem tartották be maradéktalanul a személyi higién és előírásokat. A budaörsi egészségügyi központ közleménye szerint a december 12-én megoperált 22 betegnél a következő napokban szövődmények jelentkeztek. Ezek a szem váladékozásával és fájdalommal jártak. A betegeket a Szent János kórházban látták el. 12 beteget újraoperáltak, 4-en tartós kórházi ellátásra szorultak. Annak tisztázása, hogy ki a felelős a fertőzésekért, a további laboratóriumi vizsgálatoktól várható. Bár a kormány azt ígérte, hogy január 1-től ingyenessé teszik a Lombik programnál alkalmazott gyógyszereket és beavatkozásokat, az érintettek tegnap mégiscsak a tavalyi támogatás szerint tudták feliratni és megvenni gyógyszereiket. Egy ilyen hormonkezelés 100-150 000 forintos költséget is jelenthet. Híradónk több meddőségi centrumot is megkeresett, de mindenhol azt mondták, hogy még nem kaptak tájékoztatást arról, hogy hogyan változik a szükséges gyógyszerek támogatása. Nem sokkal karácsony előtt, december 19-én jelentette be Novák Katalin, hogy január 1-től ingyenessé válnak a meddőségkezelésben használt, jelenleg is finanszírozott gyógyszerek és meddőségi beavatkozások. Az Emberi Erőforrások Minisztérium a család és ifjúságügyért felelős államtitkára akkor azt mondta, céljuk, hogy minden meddőségi problémával küzdő pár megkaphassa ingyenesen a kezelést és az ellátást. A mai napon a petesejt stimulációhoz szükséges receptekkel a kezünkben felhívtunk több olyan intézményt, ahol Lombik bébi kezelést végeznek. Meddőségi központ, 2-es gomb. Arra voltunk kíváncsiak, hogy kiállítanak-e már olyan receptet, amely a teljes támogatást tartalmazza. Hogyha bemegyek, akkor át tudják nekem ezeket írni olyanra, ami nem teljes áras, meg nem 75%-os, hanem... Kivétel nélkül mindenhol elutasító választ kaptunk. A legtöbb helyen azt mondták, hogy még ők sem tudnak semmit a szabályozásról, arról, hogy a támogatás mely hormonkészítményeket érinti, vagyis az orvos mit írhat fel teljes támogatással, és mit támogatás nélkül. A türelmünket kérték, és azt, hogy érdeklődjünk jövő héten. Csak hogy a Lombik program egy folyamat, a készítmények adagolását a női ciklushoz igazítják. Van, aki nem várhat még napokat, esetleg heteket. Így járt ez a hölgy is, aki arcát nem vállalta, de megengedte, hogy elkísérjük egy patikába, és megmutatta, hogy mennyibe is kerül a stimulációhoz szükséges gyógyszermennyiség egy része. Önök a támogatásról esetleg hallottak, úgy volt, hogy önök elsejtőznek. Nem mi voltunk az elsők, akik erről érdeklődtek ebben a gyógyszertárban, azonban az itt dolgozók is csak a hiányzó jogszabályokat említették. A számla 124 461 forint lett.
Magyarországon mintegy 150 ezer pár küzd meddőségi problémákkal, nekik az állam az első 5 lombik kezelést támogatja, de a kiváltandó készítményekre eddig nem volt teljes támogatás. Információnk szerint ráadásul ezután is lesz olyan hormoninjekció, amely nem kerül be az államilag támogatott rendszerbe. A mostani késlekedésről kérdeztük az Emberi Erőforrások Minisztériumát, de adásunkig nem kaptunk választ levelünkre. A hvg.hu-nak küldött közleményében azóta pontosított, a korábban közöltekkel ellentétben majd július 1-től nem kell fizetni a készítményekért. A közlemény arra hivatkozik, hogy ez már a magyar közlönyben is megjelent. Az EMI nem közölte, hogy miért nem, az eredetileg Novák által ígért januári bevezetéssel indultak. Közös jelöltekkel és közös listával lehet kormányváltás, ezt üzente a DK elnöke. Gyurcsány Ferenc szerint idén és jövőre dől el, hogy mi történik majd 2022-ben. A szocialisták budapesti elnöke híradóknak azt mondta, előválasztást kellene tartani országszerte. A Publikus intézet szerint Budapesten stabil többsége van az ellenzéknek, a nagyvárosokon kívül azonban csak akkor vehetik fel a versenyt a Fidesszel, ha minden szereplőjük összekapaszkodik. Jövő az ellenzék kezében van. Nem várt túl sokat Gyurcsány Ferenc az ellenzéki pártok 2022-es mozgósításával. Már délelőtt közé tette véleményét Facebook oldalán. Szerinte egy közös miniszterelnök jelölt, egy közös lista, és minden körzetben egy egyéni ellenzéki jelölt kell, legkésőbb 2021 őszére. Külön, de együtt, önálló pártok közös nagy ellenzéki választási szövetségesként, fogalmazott a DK elnöke. Túl sok az ellenzéki oldalon 5-6 párt. A Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója távlatilag azt tartaná előnyösnek Magyarország számára, ha a politika a két vagy a három párt rendszer felé mozdulna el. 5-6 ellenzéki párt szerintem sok. Ebből következőleg ezt le kell egyszerűsíteni, ezt a képletet, hogy kinek a vezetésével ez egy orbitálisan nagy kérdése lesz, nem tudom én, 2022-nek. Az önkormányzati jelöltek előválasztását Budapesten sikerként értékelték az ellenzéki pártok. A szocialisták budapesti elnöke híradónknak azt mondta, szerinte 2022 előtt sehol nem lehetetlen az országban előválasztást tartani. Értelemszerűen nagyobb városokban könnyebb előválasztást tartani, kisebb településeken nehezebb, azonban a személyes véleményem az, hogy sehol sem lehetetlen. De elzárkózni tőle, a Magyar Szocialista Párt sehol nem fog. Gyurcsány Ferenc egy lista, egy miniszterelnök javaslatára leghamarabb a Jobbik politikától visszavonult volt elnöke, Vona Gábor reagált. Szerinte ez egyszerre erkölcstelen, rossz és veszélyes javaslat. Vona úgy véli, a választókerületekben kell legyőzni a Fideszt, a listán pedig eldönteni, hogy melyik párt alakítson kormányt. A fővárosban biztos többsége van az ellenzéknek. A vidéki kisebb településeken azonban nem. Ez derül ki a Publikus decemberi közvéleménykutatásából, amelyet a Népszava számára készített. A Publikus stratégiai igazgatója szerint a kisvárosokban és a falvakban csak akkor veheti fel az ellenzék a versenyt a Fidesszel, ha képes az egyeztetett jelöltállításra és világosabbá teszi üzeneteit. Hogyha az ellenzék fog tudni azért tenni, hogy ezen üzenetrendszereket átdolgozza olyanra, akik, ami érthetőbb és megfoghatóbb, illetve szimpatikus az alacsonyabban iskolázottabbaknak, illetve a kisebb településeken élőknek, akkor van érdemi esélye ahhoz, hogy 22-ben győzelmet érjen el, persze csak egy összefogás mellett. Együtt vagy külön, 2020-ban biztosan ez lesz az ellenzék számára az egyik legfontosabb kérdés. Morán Zsolt továbbra is bízik benne, hogy egyetlen közös ellenzéki jelölt indul majd a márciusi időközi önkormányzati választáson Angyalföldön. Az MSZP budapesti elnöke a Startban ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy ez a választás igazságot tehet abban a vitában, hogy a 13. kerületben az MSZP-nek vagy a Momentumnak nagyobb a támogatottsága. A kerületben azért kell újra megnyitni a szavazófülkéket, mert az ott korábban megválasztott Kerpel Trónius Gábor főpolgármester helyettes lett. Talán ez az időközi, angyalföldi, valós téttel nem bíró választás, csak hogy a nézők tudják, 75%-ot kapott a Tóth Józsefet támogató csapat Kerpel Fórius Gáborral közösen, és 21%-ot a Fidesz. Itt ebben a körzetben nem tud nyerni a Fidesz, de ha nyerne is ad abszurd, attól még a képviselőtestületben ő lenne az egyetlen egyéni képviselő a Fidesznek.
Éresen bírálta a Gyurcsány Ferencet Tamás Gáspár Miklós a Filozófus tegnap esti Egyenes Beszéd című műsorunkban. Egy senki által nem támogatott blöffnek nevezte a DK által képviselt Európai Egyesült Államok elképzelését. Kifogás volt, hogy szerinte nem tudni, mi az ellenzék terve az adórendszerrel vagy a vasúttal. Tamás Gáspár Miklós azt mondta, Gyurcsány Ferenc ellenzékben nem mondott semmit a parlamentben, azon kívül, hogy nem szereti Orbán Viktor kormányát. Amióta nem miniszterelnök többé, még nem mondott semmit. A legismertebb ellenzéki politikus. Hogy érti, nem mondott semmit? Nem mondott semmit. Hát rendszeresen na igen, de nem mondott semmit. Csak azt mondta, hogy nem szereti Orbán Viktor rendszerét. Ezen kívül nem mondott semmit. Hát ez sem a gazdaságról, sem a gazdaságról, sem a társadalmi kérdésekről, sem a külpolitikáról. Személyremsértés és könnyű testi sértés gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki Donát Lászlót, az MSZP egykori politikusát, írja a pestisrácok.hu. Donát László az ATV.hu megkeresésére megerősítette a kihallgatás és a gyanúsítás tényét, ugyanakkor azt mondta, hogy könnyű testi sértés miatt hallgatták ki, a személyremsértés gyanúját cáfolta. Több kormány közeli médium számolt be arról hónapokkal ezelőtt, hogy az egyik fővárosi szeretett otthon dolgozójának feljelentése nyomán indult nyomozás a BRFK. A legfőbb ügyész szerint folyik a nyomozás Borkai Zsolt korábbi győri polgármester ügyében, és ugyanez a helyzet Lakner Csaba kispesti önkormányzati képviselő botránya kapcsán is. Volt Péter írásban válaszolt Ungár Péternek, az LMP országgyűlési képviselőjének a kérdéseire. A válaszlevelet az ügyészség honlapján hozták nyilvánosságra. Polt azt írta, a nyomozás jelenleg is zajlik, de gyanúsítotti kihallgatás még nem történt egyik ügyben sem, mivel egyelőre mindkét ügy a felderítési szakaszban van. 1000 euróért adták-vették egymás között a lányokat egy fóti bűnbanda tagjai. Az öttagú társaság külföldre, főként Németországba vitt prostituáltnak olyan lányokat és nőket, akik kiszolgáltatott, nehéz anyagi helyzetben voltak. Az egyik gyanúsított házasságot ajánlott egy nőnek, később azonban megfenyegette, elvette az iratait és bezárta. A banda tagjait letartóztatták. Bűnszervezetben üzletszerűen elkövetett emberkereskedelem büntette miatt indult nyomozás ellenük. Az egész országra kiterjesztik a civil autós razziázást, közölte a rendőrség. Decemberben Budapest több pontján észrevétlenül figyelték a forgalmat. A legtöbb bírságot záróvonal átlépése, buszsáv használata és telefonálás miatt szabta ki a rendőrség. A Híradónk által megkérdezett szakember szerint ez a fajta razzia azért is hatékony, mert azonnal szembesítik a sofőrt, és nem utólag kell keresni, hogy kivezette az autót. Forgalmas csomópontok, türelmetlen sofőrök karácsony előtt. Ahogy a budapesti rendőrfőkapitányság felvételein is látszik, sokan szabálytalanul szerettek volna eljutni a céljukig. Decemberben a rendőrség a főváros több pontján civil járművekből figyelte az autósokat. A legtöbb bírságot záróvonal átlépése, buszsávban közlekedés vagy éppen telefonálás miatt szabták ki. A rendőrség nemrég vezette be ezt az újfajta ellenőrzést, hogy jelöletlen, mozgó autóból figyelték a forgalmat, és a szabálysértőket azonnal félre is állították. A piroson való áthajtás, ami nem csak az autókra érvényes, tehát az autós közlekedőkre, hanem sajnos ugye a kerékpárosokra is. A Budapesti Autósok Közössége nevű portálhoz rengeteg ilyen videó érkezett eddig is. Csőz Krisztián azt mondja, azért is hatékony ez a módszer, mert egyből kiszűrik a szabálysértőt, és nem kell utólag keresni, hogy kivezette az autót a szabálysértéskor. Az állampolgároknak egy nagyon nagy részét irítálja az, hogy az előrejutás érdekében bizonyos renitens autósok folyamatosan visszaélnek különböző helyzetekkel, és a kresztecen direkt nem tartják be, és pont az ő kiszűrésüket szolgálja ugye ez az akció sorozat. A rendőrség szerint az akció sikeres volt, ezért folytatni fogják, és nem csak a fővárosban, hanem országszerte használnák ezt a módszert. Majd kiderül. Mi lesz, de hát a rossz fiúk meg nem írják ki magukra, hogy ők rossz fiúk. Hát az autósok úgy viselkednek, hogy szoktak, akkor normálisnak tekinthető. Én nagyon örülök neki, mert szerintem nincs nagyon kultúrája Magyarországon a közlekedésnek. Legalábbis Nyugat-Európához képest semmiképpen. A hatóság szerint a budapesti balesetek 90%-áért a járművezetők, 10%-áért pedig a gyalogosok a felelősek. A BRFK szerint, ha mindenki betartaná a közlekedési szabályokat, a személyi sérülések és a halálesetek jelentősen csökkennének.
Kevés a hó a magyar sípályákon, ezért egyelőre csak néhány helyen lehet síelni, leginkább ott, ahol mesterségesen tudnak havat előállítani. Van olyan sípálya is, ahol ebben a szezonban még nem láttak valódi havat, sőt, csak néhányszor csökkent a hőmérséklet 0 fok alá. Kékes tető most nem a síelők álma, ugyanis alig van hó a hegyen. 1-2 cm lepiel a sípályát, ami néhol csupán csak szánkózásra alkalmas. A szakember szerint ilyen változékony időjárásban nem lehet profi sípályát kialakítani. Van olyan nap, hogy pár óra alatt akár 10 fokot is melegszik az idő. Olyan inverz időjárással találkozunk, hogy még itt alattunk gyöngyös terület, például ma is ez volt, mínusz 5 fok volt, mire fölértem a hegyre, itt már plusz 5 fok volt. Úgyis azt tudni kell, hogy sajnos plusz hőmérsékletnél a hóágyukat se tudjuk üzemeltetni, tehát nekünk egy tartós mínusz 5 fok kell ide a hegyre, hogy ezt a szép hosszú sípályát be tudjuk havazni. Többen a fővárosból jöttek egy jót szánkozni, de kicsit csalódottan mennek haza, hisz alig akad olyan hó, amin élvezni lehetett volna a csúszást. Hát azt reméltük, hogy itt lesz hó, és akkor tudunk majd egy jót szánkozni, mert ugye otthon nincs hó. Hát de itt sincs olyan sok hó sajnos, de azért ezen a kis havon is tudunk szánkózni. A meccsekben, ahogy a helyi síelők mondják, katasztrofális a helyzet. Ezen a télen nem láttak még havat, pedig a pécsiek készen állnak a szezonra. Azt mondják, amikor meglátták ma a hőmérőt, nagyon elkeseredtek, ugyanis 8 fok volt ma a hegyen. A téli sportot szeretőknek, a sízőknek, ez komoly gond. Magam is naponta arra gondolok, hogy mikor esik már valami hó, nyilván ez a minden családoknak, sportolóknak is szép lenne, jó lenne, de sajnos ez a tél várat magára még, de hát bizakodunk. Ez pedig már Eplény, ahol ma teltház volt a sípályán. Itt egész nap dolgoztak a hóágyuk, így volt alkalmas terep a síelésre. Jelen pillanatban egy pályán működik, az A1-es főpályánk. Kicsivel több mint 40 cm-es az átlag hóméség rajta, úgyhogy biztonságosan lehet síelni a pályán. Sokan több száz kilométert is utaztak azért, hogy a külföldi síelés előtt bemelegítsenek itt az eplényi dombokon. Külföldre járunk, most csak eljöttünk a síléceket letesszelni, most Magyarországon nekünk ez van a legközelebb, és van egy kis nyúldom még ott Pakson, de oda nincs hó. Az előrejelzések szerint marad a hómentes, enyhe idő a következő 2 hétben is. Úgyhogy jó sok dolga akad majd a magyar sípályákon a hóágyuknak. Oroszországban bezzeg nincs panasz a hidegre, fürdőruhában szaladtak végig az utcán a mindenre elszánt sportolók Jekaterinburgban. A bátor férfiak és nők rövid bemelegítés után futottak le egy hosszabb távot a hidegben, ha mindez nem lett volna elég, a futás után megmártóztak a jeges vízben is. Az orosz városban nappal sem megy mínusz 5 fok fölé a hőmérséklet. Az arrafelé csak rozmárnak nevezett sportos emberek azt mondják, az akcióval az egészséges életmódot szeretnék népszerűsíteni. Állításuk szerint, míg a hőmérséklet nem zuhan mínusz 50 fokra, addig nem hagyják abba a futást és a fürdőzést. Mi viszont itt most abba hagyjuk, illetve befejezzük a déli iradót, és átadjuk a szót a fórumnak, benne is Somos Andrásnak, aki mindjárt elmondja, milyen témákról lehet vele beszélgetni. Szervusz, Andris! Szervusz, Tamás, köszöntöm a nézőket. Hát a legfőbb ügyésznek a levelével mindenképp foglalkozunk, amelyet Ungár Péternek írt, és 3 nyomozásról számolt be. Felderítési szakban vannak az ügyek. A Borkai ügy is felderítési szakban van, a Lakner ügy is felderítési szakban van. Ennyi ügyészt egyszerre felderíteni még soha nem láttak, mint amennyi most felderít. Donát Lászlót nyilatkozott itt az ATV.hu-nak, ezt a híradóban láthatták ezt a hírt, megbeszéljük, hogy ez mégis hogy van, hogy azt mondják, hogy ez egy szexuális bűncselekmény gyanúja merült fel, és most itt ő azt mondja, hogy könnyű testi sértésről van szó. Minden esetre ez a fajta véleménykülönbség érdekes ebben az ügyben is. Azt mondja a volt képviselő, hogy karaktergyilkosság is van. Aztán, hogy Amerika megüzente Magyarországnak, hogy mind a két fél abban érdekelt, hogy a kínai és az orosz fenyegetésekkel szemben közösen lépjenek fel. Önök szerint ez eldugott üzenet, vagy ez most már tényleg így nem mehet tovább? Szóval ez a kérdés. Érdekes kérdés, kérdések, úgyhogy most beszélgessenek ezekről Somos Andrással. Köszönjük szépen, Andis! Jön a fórum tehát, aztán továbbra is nézzék az ATV-t, 17.30-kor pedig jön egy újabb híradó, akkor már Nemes Anna várja önöket, addig is legyen szép a napjuk.